Hatodik nap. Készültségben a NATO, hogy megvédje tagjait. Csapatokat nem küld, de minden más lehetséges segítséget megadnak Ukrajnának. Románia logisztikai központtá válhat, miközben növeli a védelmi célokra fordított összegeket. Többnyire tovább utaznak. Folyamatosan érkeznek a menekültek, egyelőre a rendelkezésre álló szálláshelyek nem teltek meg. A menekültek többsége csak átutazna az országon. Vége a farsangnak, kezdődik a nagy bőjt. Bár a háborús hírek a legfontosabbak, azért véget ért a tél, elkezdődött a tavasz, amelyet hagyományosan a farsang temetéssel ünnepeltek az erdélyi falvak. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Konkrét eredmények nélkül zárultak az Ukrajna és Oroszország közötti tegnapi béketárgyalások, de hamarosan újabb fordulóra kerülhet sor. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, közben Ukrajna gyorsított eljárásban történő EU-s felvételét kérte. Konkrét eredményei nincsenek a hétfői Fehér Oroszországban folytatott ukrán-orosz béketárgyalásoknak, de az orosz küldöttség tagja Leonid Slutsky azt mondta, a tárgyaló delegáció talált olyan pontokat, amelyekben haladás érhető el, és hamarosan újabb kétoldalú tárgyalás várható. Egyébként a béketárgyalások idején is dúltak a harcok Ukrajnában az orosz támadó erők és az ukránok között. Közben Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, aki háborús bűnökkel vádolja Oroszországot, ugyancsak hétfőn aláírta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási kérelmét. Az Ukrajinska Pravda hírportál szerint Volodymyr Zelenszky számára azért lehet fontos Ukrajna kérelmének elbírálási eljárása, hogy ez a kérdés potenciálisan felhasználható legyen az Oroszországgal folytatott tárgyalásokon. Az ukrán elnök ezt megelőzően videóüzenetben szólította fel az Európai Uniót, gyorsított eljárásban vegye fel Ukrajnát tagjai közé. Feltehetően ezzel összefüggésben tette közzé kedden közösségi oldalán a Nemzeti Liberális Párt elnöke Florin Kücsú a tavaly augusztusi krími platform csúcs találkozóján készült videó felvételt, amelyen akkori román miniszterelnökként hangsúlyozta, Románia támogatja Ukrajna EU-s csatlakozását. Románia mindig határozott támogatója volt Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának, és az is marad. Románia támogatja Ukrajna Európai Uniós és Euróatlanti csatlakozási törekvéseit. Románia az első EU-s tagállam volt, amely ratifikálta az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodást. Közben Klaus Johannis államfő közösségi oldalán kedden közölte, Bukarest támogatja Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia csatlakozását az Európai Unióhoz. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője Josep Borrell hétfőn azt mondta, az uniós tagországok elkötelezettek amellett, hogy tovább növeljék kétoldalú katonai támogatásukat Kijevnek. A francia elnöki hivatal pedig hétfő este a francia, az amerikai, a brit, a kanadai, a német, az olasz, a japán, a lengyel és a román vezetők videokonferenciáját követően azt közölte, az európaiak és szövetségeseik készek újabb szankciókról dönteni Oroszországgal szemben. Az európai békét taposta el Vlagyimir Putyin azáltal, hogy megtámadta Ukrajnát, mondta a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg kiemelte, ez teljes mértékben elfogadhatatlan, és azt ígérte, az Észak-Atlanti Szövetség minden egyes centiméterét megvédik egy esetleges agressziótól. Lengyelországba látogatott ma Jens Stoltenberg NATO főtitkár, akit Andrei Duda államfő fogadott. A két tisztviselő közös sajtótájékoztatón beszélt az orosz-ukrán konfliktusról. Stoltenberg szerint Oroszország támadását semmi nem indokolja, teljesen megszegi a nemzetközi jogot, és ez nem marad büntetlenül. Az orosz állam mellett Fehér Oroszország álláspontját is mélységesen elítélte, amiatt, hogy támogatja az orosz inváziót. Emiatt akárcsak az orosz állam, Fehér Oroszország is szankciókra számíthat, mondta. A NATO főtitkára ugyanakkor alul biztosította az Észak-Atlanti Szövetség tagjait, hogy egy esetleges agresszió esetén a szövetség egységesen fog fellépni. Putyin háborúja mindannyiunkat érint,
A NATO szövetségesek pedig mind egységesen fogják védeni egymást. Ebben a repülőbázisban is a NATO szolidaritás jeleit látjuk, hiszen itt az amerikai harci repülőgépek a lengyel pilótákkal együtt folyamatosan a levegőben vannak, és 24 órából 24-et a hét minden egyes napján a térség légibiztonságát biztosítják. Hozzátette, a NATO tagok különféle adományokkal segítik Ukrajnát, de nem fognak beavatkozni a két ország közötti háborúba. Joe Biden amerikai elnök meghívására újabb szűkkörű megbeszélésen vett részt Klaus Johannis államelnök, más szövetséges államok és nemzetközi intézmények vezetői mellett az orosz-ukrán konfliktus apropóján. Az államelnök a belga kormányfővel is tárgyalt. Tegnap este Klaus Johannis a Joe Biden amerikai elnök által kezdeményezett szűkörű megbeszélésen ismertette azokat a konkrét intézkedéseket, amelyeket Románia hozott eddig Ukrajna megsegítésére, kiemelve azt a 3 millió euró értékű segélycsomagot, amely főleg védelmi felszerelést, üzemanyagot, élelmiszert, vizet, valamint gyógyszereket tartalmazott. A román államfő ugyanakkor felajánlotta, hogy Románia a humanitárius segítségnyújtás elosztó központja lesz, hiszen az országnak van a leghosszabb közös határszakasza Ukrajnával. Emellett hangsúlyozta a NATO megerősítésének fontosságát a keleti szárnyon, főleg a Fekete-tenger térségében. Klaus Johannis tárgyalt a belga államfővel is, akinek megköszönte, hogy Belgium 300 katonát küld Romániába. Az államfő osztrák hivatali kollégájával is egyeztetett hétfőn az Ukrajna megsegítésére irányuló kezdeményezések összehangolásáról, valamint a menekültek támogatásáról. Ma az államfő a legfelsőbb védelmi tanácsülését vezette. A tanácskozás napirendjén az Ukrajna ellen indított orosz invázióval kapcsolatos fejlemények, a térség biztonsági helyzete, a menekült hullám kezelése és más aktuális nemzetbiztonsági témák szerepeltek. Az ülésen elhangzott az ukrán állam megsegítésére irányuló intézkedések folytatása, a román állam pedig teljes mértékben szolidáris marad a szomszédos országgal és mélységesen elítéli az orosz agressziót. În ceea ce privește contribuția României la efortul comunității internaționale. A nemzetközi közösség Ukrajna megsegítésére irányuló erőfeszítésekhez a mai döntésünk értelmében Románia úgy fog az elkövetkezőkben még erőteljesebben hozzájárulni, hogy az ország területén létrehozunk egy logisztikai központot, amely lehetővé teszi a nemzetközi adományok összegyűjtését és elszállítását Ukrajnába, illetve az ukránoknak. Ukrajna és către ukrajnien. Emellett két stratégiai fontosságú döntés is született a legfelsőbb védelmi tanács mai ülésén. Az ország katonai biztonságának növelése érdekében a hazai bruttó össztermék eddigi 2%-a helyett ezentúl 2,5%-át fordítják védelmi célokra. Emellett a döntéshozók elkezdik a procedurákat Románia energiafüggetlenítése érdekében. Papíron ötször nagyobb az orosz hadsereg az ukránnál, de a gyakorlatban majdnem egyenlő számban, körülbelül 200-200 fővel vesz részt mindkét fél a hadműveletekben. Az orosz fél páncélosainak sokkal jobb a műszaki felszereltsége, ennek ellenére Vlagyimir Putyin nem jöhet ki jól ebből a háborúból, mondta dr. Tóth Szilárd, a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet tanszék vezetője 24 plusz című műsorunkban. Az orosz fél esélyeiről beszélt meghívott szakértőnk tegnap esti 24 plusz című műsorunkban. Korábban nagyon precíz reálpolitikusként könyveltem el Putyint, aki nagyon ügyesen, tudatosan tudja országa érdekeit érvényesíteni, azonban ezzel a ténnyel, hogy kirobbantotta a háborút Ukrajna ellen, amelyben már ezrek vesztették életüket és százezrek menekülnek, ezzel egy olyan helyzetbe kényszerítette bele saját magát, amiből már nem jöhet ki jól. Véleményezte az orosz elnök tevékenységeit dr. Tóth Szilárd. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet tanszékvezetője szerint éppen ezért félő, hogy kevésbé bánik óvatosan a nukleáris fegyverek kérdésével. Úgy véli, hogy mivel a béketárgyalások eddig eredménytelenek, ezekkel tulajdonképpen még nagyobb nyomást akar gyakorolni az ukránokra, megmutatva, hogy nem fél az atomfegyverek készenlétbe helyezésétől sem. Oroszországnak és az Amerikai Egyesült Államoknak annyi nukleáris fegyvere van, és simán elpusztíthatja az emberiséget. És ide valószínűleg egyetlen egy orosz tábornok se akar jutni, tehát szerintem, hogyha kiadja ezt a parancsot, akkor meg fogják pucsolni. Tehát az nem úgy működik, mint a filmekben, hogy most megnyomja a piros gombot, és elindulnak a rakéták. Tehát ott a parancsot továbbítani kell, és
és akkor a vezérkar fog fellázadni ellene. Azonban remélem, hogy nem jutunk el egy ilyen pillanatig, mert már amúgy is eléggé feszült a helyzet. Már maga a tény, hogy nem tudja, nem fogja tudni Ukrajnát térdre kényszeríteni, akkor ez számára felér egy vereséggel, hiszen mindenki azt fogja mondani, hogy ötszörös túlerővel rontott neki és nem boldogult, az ukránok megvédték magukat. Ez óriási presztízsvesztést jelent, miközben az orosz elnök népszerűsége csökkenő tendenciát mutat, amelyet éppen ezzel a háborúval próbált meg megerősíteni. Ugyanakkor a háborút követő gazdasági válság továbbra sem fogja megszilárdítani Putyin helyét a népszerűségi listán, vélte a tanszékvezető. Az elmúlt egy napban majdnem 5000 ukrán állampolgár érkezett Romániába a Szucsáva megyei határátkelőn. A hatóságok élelmet, szállást és egészségügyi ellátást biztosítanak a menekülteknek, Ukrajnába pedig folyamatosan segélycsomagokat küldenek. Hétfőn több mint 9000-en lépték át az ukrán-román határt a Szucsáva megyei Szeretvásárnál. Ennek több mint fele ukrán állampolgár, tájékoztatott Györgyev Lutura a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. A megyeelnök elmondta, hogy kevesebben jönnek ugyan, de még mindig nagy forgalom van a határátkelőn, és a menekülteknek kialakított táborokban is már csak néhányan maradtak. Az elmúlt 24 órában közel 10 000 ember lépett be Romániába ezen a határátkelőn. Most már nincs torlódás, amennyire én tudom. A táborok is lassan kiürülnek, a mi két táborunkban jelenleg körülbelül 50 ember maradt. Igyekeztünk mindenkit bevonni, és nagyon sokan idejöttek segíteni forró levesekkel, teával, szóval köszönjük mindenkinek, aki itt van. Alexandru Moldován, Szucsáva megye prefektusa kiemelte, a szeretvásárni határnál több százával szállítják az ukrajnai menekülteket a megfelelő menedékhelyekre, és teljes körű egészségügyi ellátást is kapnak. Ugyanakkor rengeteg adomány érkezik a civil szervezetek részéről, a román kormány pedig lőszert, katonai felszereléseket, üzemanyagot, élelmiszert, vizet és gyógyszert küld Ukrajnába. Hétfőn 4 autónyi segélyszállítmányt vittek át a Szucsáva megyei határátkelőnél. Összesen 4 teherautó több mint 500 tonna élelmiszert, ásványvizet és fegyvert szállított Ukrajnába a román kormány segítségével. Emlékeztetem önöket, hogy a román kormány integrált munkacsoportokat alakított ki, így mindenki, aki adományozni szeretne, ezt megteheti az Ukrajna Együtt Többet Segítünk platformon. Ez a Szeretvásárba érkező 17 éves fiú azt mondja, nekik még az első napokban sikerült eljönniük Kijevből. A helyzet ijesztő. Az viszont, hogy együtt lehetünk, némiképp megnyugtat. Az emberek egysége nagy erő, és segítjük egymást. Mi romániai rokonainkhoz fogunk menni innen. Mások abban reménykednek, hogy mielőbb hazatérhetnek. Remélem, mielőbb véget ér és hazamehetünk. Kijevben maradt a családom, csak én és a gyerekek jöttünk el. Remélem, elviszik a csapatokat, a fehér orosz csapatokat is beleértve, mert ami ott zajlik, az nem békefenntartás. Bombáznak civileket is, ez nem béke, ha csak ők nem ezt értik béke alatt. A háború kezdete óta egyébként hétfőig több mint 74 000 ukrán állampolgár lépett be Romániába. Közülük 40 000-en már elhagyták az országot, így jelenleg mintegy 34 000 a harcok elől elmenekült ukrán állampolgár tartózkodik román területen. Beregszász járásba szeretnék eljuttatni az adományokat, melyek Hargita megye tanácsa elnökének felhívására gyűltek össze. Két furgon megrakva tartós élelmiszerrel, tisztálkodási eszközökkel, matracokkal, hálózsákokkal már úton van a cél felé. A gyűjtés tovább tart az intézmény csíkszeredai központjában, valamint kihelyezett székhelyein a megye több városában. Lesz egy bepakolják az adományokat az ukrán határa induló furgonokba. A felhívás közzététele óta pár nap alatt rengeteg adomány gyűlt össze Hargita megye tanácsa garázsaiban. Az emberek konzervekkel, tartós élelmiszerekkel, édességekkel, tisztálkodási szerekkel segítették az akciót. Sokan pénzadományra járultak hozzá a gyűjtéshez, ebből matracokat, hálózsákokat vásároltak Hargita megye tanácsának munkatársai. A felhívásra azonnal reagáltak az emberek, az adományok folyamatosan érkeznek. Elég megrázó, amit lát az ember, és lelkileg érinti őket, minket, főleg, hogy nekünk is gyerekeink vannak, úgyhogy... Mit tetszettek az ételt?
Inkább tartós élelmiszert, igen. Az első rakományt Beregszász járásba szeretnék eljuttatni a járási elnök kérésére. Egyelőre egy lehetőség van Magyarországra vinni, és onnat a ukrán kormány viszi tovább, ahol gondolja. Mi azt mondtuk, hogy várunk még egy néhány órát, vagy akár még egy napot, ameddig kidolgozzák a procedúrájukat, mert sajnos nincsen procedúrájuk arra, hogyha célzottan akarunk egy településnek vagy egy járásnak vinni adományt, akkor azt hogyan lehet átjutatni a határon. Úgyhogy készenlétben vagyunk, és bármely pillanatban, ahogy megjön a jóváhagyás, akkor lehet indulni. Ha más jóváhagyás nem lesz, akkor pedig a Magyarországi Gyűjtőközpontra fogjuk elvinni. Az adománygyűjtés nem zárult le Hargita megye tanácsának székhelyén és kihelyezett irodáiban, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, Maroshévízen és Székelykeresztúron továbbra is lehet segíteni tartós élelmiszerrel, tisztálkodási kellékekkel. Az intézmény által megadott bankszámla számokra pénzadományt is lehet küldeni, ebből később azt vásárolnak, amire szükség van a menekült táborokban. Önkormányzatok, egyházak, iskolák és civil szervezetek fogtak össze a menekültek megsegítésére Bihar megyében is. A tartós élelmiszerek, pénzadományok mellett több település önkormányzata átmeneti szállást is igyekszik biztosítani a menekültek számára. Egyre emelkedik a háború elől Romániába menekülő ukrán állampolgárok száma. A Bihar megyei Székelyhíd önkormányzata és a Nagykágyai egyes számú szakközépiskola vezetése a nemrégiben elkészült iskolai bentlakás épületét ajánlotta fel a menekültek elszállásolására. Az érkező csoportok megsegítésére több nagyváradi iskola és civil szervezet is összefogott. Az első többnyire tartós élelmiszereket, takarókat, pelenkákat, játékokat tartalmazó szállítmányok már meg is érkeztek az érmelléki kisvárosba. Nagykágyai iskolának a bentlakásában három szinten 9 szoba, tehát 27 szobában tudunk elszállásolni legalább 3 főt, az pedig a 81 személy, illetve mellette lévő tanári lakásokban is el tudunk számolni minimum 30 személy, tehát több mint 110 jelen pillanatban normális körülmények között lévő szállást tudunk biztosítani azoknak a számára, akiknek szükségük van rá. Aradra is érkeznek ukrajnai menekültek, egy magánklinikán például 50 fős csoportot fogadtak be. Sokan közülük rövid idő után el is hagyják az országot, Nyugat-Európa felé veszik az irányt. Ma hajnalban busszal érkezett Aradra a szeretvásári román-ukrán határátkelőtől egy csaknem 50 főből álló menekült csoport. Számukra az egyik magánklinikán alakítottak ki szálláshelyet. Nők és gyermekek vannak köztük, a legfiatalabb csecsemő alig egy hónapos. Egy határmenti ukrán kisfaluból, édesanyjával és 6 testvérével együtt menekült Aradra a háború elől. Ők Belgiumba szeretnének eljutni. A férjem 2 hete ment el otthonról, mi egyedül maradtunk és féltünk otthon maradni. A határ mellett lakunk, oda még nem ért el a háború, de féltem maradni, ezért a gyerekekkel együtt elindultunk a férjemhez. A Kijev, Csernobil, Csernyivcki településekről származó ukrajnai menekülteknek szállást, étkezést biztosítanak, egészségügyi ellátásban részesülnek a szálláshelyen, ahol meghatározatlan ideig maradhatnak. Többen viszont már délelőtt tovább utaztak Olaszországba, Németországba, Ausztriába. Jelen pillanatban egyfajta tranzitközpontként működünk. A munkánkat segítik további magánszemélyek, mint például panzió és szálloda tulajdonosok, valójában a teljes magánszektor felajánlotta a segítségét, de több egyházi intézmény is támogat, és spontánul is jönnek emberek adományokkal. Az aradi magánklinika képviselői már kapcsolatba léptek további menekült csoportokkal is, akiknek szintén szeretnék felajánlani segítségüket. Minden járványadat tartósan javul, ezért az Egészségügyi Minisztérium javaslatot tett a korlátozások lazítására, jelentette ki Alexandru Rafila, egészségügyi miniszter. Az esetszámok látványos csökkenése nyomán napokon belül számíthatunk a lazítások életbelépésére.
Alexandru Rafila egészségügyi miniszter mai sajtótájékoztatóján elmondta, az egy nap alatt elvégzett koronavírus tesztek pozitivitási rátája 15% körüli, valamint csökkent a koronavírus járvánnyal összefüggésbe hozható elhalálozások száma, és egyre kevesebben szorulnak intenzív terápiás ellátásra. A minisztérium javaslatot tett a kormánynak és az Országos Vészhelyzeti Bizottságnak a korlátozó intézkedések enyhítésére, amely szerint szabadtéren megszűnne a maszkviselési kötelezettség, leszámítva zsúfolt helyeket, ugyanakkor a zárt tereken továbbra is kötelező lenne a védőmaszk használata. De asemenea, creșterea limitei de la 30% la 50% din capacitatea maximă a spațiului. Továbbá zárt terek kihasználtságánál a tér maximális befogadó képességének 30-50%-ra történő emelése időkorlátozás nélkül, ez az, amire szerintem sokan várnak. A sportversenyek, a mozikban, előadó művészeti intézményekben, szabadtéri koncerteken, konferenciákon, műhelyekben, tornatermekben és uszodákban végzett tevékenységek esetében. Emellett engedélyeznék a belépést a kereskedelmi központokba, közintézményekbe, szállodákba, panziókba, valamint éttermekbe a zöld igazolvány felmutatása nélkül. A minisztérium továbbá javasolja a magánrendezvények megtartását legtöbb 200 személy részvételével. Ugyanakkor néhány járványügyi intézkedésnek továbbra is érvénybe kell maradnia. Ezután is karanténba vagy lakhelyi elkülönítésbe kell vonulniuk a járványügyi szempontból fokozott biztonsági kockázatot jelentő országból érkezőknek, valamint továbbra is bezárva maradnak a szórakozó helyek. Elsőprő fölénnyel nyerte a székelyudvarhelyi RMDS tisztújítását Antal Lóránc szenátor. A vasárnapi nyílt, egyfordulós állóurnás szavazáson a Hargita megyei szenátor az érvényes szavazatok 61,3%-át szerezte meg. Kezdetben négyen, de az utolsó 100 méterre már csak ketten. Miklós Zoltán, a Házrezsi Múzeum igazgatója és Antal Lóránc szenátor maradtak versenyben a székelyudvarhelyi RMDS városi elnöki tisztségéért. A nyílt egyfordulós állóurnás szavazást követően 1067 voksal Antal Lóránc foglalhatja el az RMDS székelyudvarhelyi szervezetének elnöki tisztségét. A sikeres tisztújítás után tervekről és a célokról kérdeztük az új elnököt, aki híradónak elmondta, elsődleges célként irodahelyiséget kell szerezzenek a városi szervezet számára, aztán olyan emberekkel gazdagítani a csapatot, akik készek tenni a városi szervezetért, székelyudvarhelyért. Tehát székelyudvarhely közéletét kell újra belendíteni és szemléletmódot váltani a közéletben. Tehát ez lenne a rövid távú terv, a középtávú terv az pedig visszaszerezni az emberek bizalmát a szervezettel szemben, elkezdeni azt a közösségépítő munkát, amiről valójában kell szóljon az RMDS, a városi RMDS, és megerősíteni a szervezetet olyan értelemben is, hogy a 2024-ben sorra kerülő önkormányzati választásokra egy működő és erős tartalommal feltöltött szervezet legyen. Szintén vasárnap szavazták meg a városi szervezet választmányának 12 új tagját. A legtöbb szavazatot a minden körzetet megnyerő Antal Csilla szerezte meg, de az elnök csapatában levő további jelöltek is bekerültek a választmányba. Végéhez közeledik a farsang, és holnap már elkezdődik a nagy bőjt. Előtte azonban egy év kihagyás után ismét megszervezték a több száz éves hagyománynak örvendő torockói farsangtemetést. A koronavírus járvány a farsangolókkal sem volt elnéző, hosszú évek hagyományát törte meg a tavaly elmaradt torockói télüzés. Idén viszont minden újra a régi volt, a farsang élményét tovább fokozta a látogatókon lévő védőmaszk. A kétszer felkelő nap településén fergeteges volt a hangulat. A szereplők jellegzetes temetési jelenetet mutattak be, ahol papok, zenészek, siratóasszonyok, betyárok vonultak fel, és természetesen farsangdöme, aki az eltemetendő telet jelképezi. A falu közössége számára meglehetősen fontos továbbvinni ezt a hagyományt, tudtuk meg Szabó Zoltántól, aki betyár jelmezbe vonult fel. Legelsősorban hogy a régi népviseletet és a régi ruhákat, amiket őseink használtak, azt föl tudjuk venni, és körbe tudjuk járni vele a falut, ahogy régen őseink csinálták. Reményeik szerint nem kerülnek többi abba a helyzetbe, hogy farsangdöme megúszza a temetést, és még hosszú esztendőkig fenntarthatják ezt a hagyományt, legalább ugyanennyi felvonulóval és résztvevővel.
Ismét kupa győztes a Sepsi Szík sporttal folytatjuk. Hetedszerre hódította el a Románia kupát a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik női kosárlabda csapata. A Sepsi arénában játszott döntőben a nagyrivális szatmárnémeti Csészeme volt az ellenfél, utóbbi szinte az egész mérkőzésen vezetett, a végső dudaszó azonban a Sepsiszik 59-53 arányú sikerét szentesítette. Megnyerte a női kosárlabda Románia kupa hazai rendezésű négyes döntőjét a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik, azonban korán sem volt könnyű dolga a szatmárnémeti Csészeme elleni fináléban. A szatmáriak az elejétől vezettek, egy adott pillanatban 10 ponttal is. Az utolsó negyed előtt is maradt 3 pont előnyük, sőt másfél perccel a vége előtt 53-52 volt az eredmény a vendégcsapat javára. Ezt követően azonban csak a szentgyörgyiek voltak eredményesek. A győzelmet 13 másodperccel a vége előtt Joanagi Zille triplája szentesítette véglegesen. Sikerült elhódítanunk a Román kupát, talán egyik a legnehezebb győzelmünknek, végvezetett az ellenfél. Joannának nagyon jókor sült el, nagyon jó helyen a keze és a 3 pontossal, úgy gondolom, hogy azzal biztosítottuk be a győzelmünket. Ez a szurkolótábor, Szentgyörgy, Kovászna megye, Székelyföld megérdemli ezt a kupát, megérdemeltük ezt a győzelmet. A csarnokban helyet foglaló 1000 néző a maximális szám, amit a jelenlegi rendelkezések megengednek, fergeteges hangulatot teremtett, ami még a tapasztalt, de csak a téli szünetben hazaigazolt Pop Anna Máriát is meglepte. Nagy öröm volt ennyi embert látni, hogy meglátogattak minket, és szurkoltak nekünk egy nagyon-nagyon jó hangulatban. Szerintem életemben ez volt az első ilyen meccsem, ilyen arénában, meg ilyen hangulatban tudtam játszani. Nagyon búzítottak minket, és ez nagyon-nagyon számított. A két csapatnak nagy esélye van arra, hogy a bajnoki döntő sorozatban is egymás ellen mérkőzzön, akkor azonban nem egyetlen mérkőzés dönt, a végső sikerért 3 győzelemre lesz szükség. Ez volt a Híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.